Folyamatosan jöttek a PET palackok és egyéb kommunális hulladékok januárban a Tiszán. Vásárosna helyeztek üzembe egy speciális gépláncot a Feti Vizi munkatársai. Egy hajó kiterelte a szemetet a part közelébe, ahol markolóval emelték ki a hulladékot, mondta Számos Ferenc műsorunkban. Ez 2019 óta, mióta használatba tudtuk venni ezt a gépláncot, 11 alkalommal már bevetettük, ebben az évben két alkalommal és ezzel a hajó amit tulajdonképpen a meder fele szélességébe állítunk fel, ezzel a érkező hulladéknak a 80%-át ki tudjuk szedni. Ezt úgy kell érteni, hogy először a, ugye a árhullám idején jelenik meg ugye a, a kommunális és egyéb hulladék, akkor az elején a rönkfák, tehát a faanyagok jönnek, a, a, szerves anyagok, és majd később, mikor már az hárulám közepén meg, megjelennek az ilyen háztartási szemekek, szemetek, ami azt nem csak a palackokra kell gondolni, hanem itt egyéb labdától kezdve mindenféle otthoni eszközbe kerül a folyóba, és azt mi itt vesszük ki. Ebben a projekt keretében négy kár kiszedő helyet építettünk ki, Alapvetően eddig a 11 alkalommal a leggyakrabban nyikár helyen történik a kiszedés, ott a második Rákóczi Ferenc hídjánál, illetve Olcsvánál, hogyha a szamos, csak a Szamos folyón érkezik hulladék, akkor az Olcsvai kanyarban képített kárhelyen szedjük ki a hulladékot. A magyarhoz hasonló rendszer szeretnének kiépíteni Romániában is, annak érdekében, hogy minél kevesebb szemét érkezzen a folyón keresztül Magyarországra. Évekkel ezelőtt építettek ki egy kamerarendszert is magyar-ukrán együttműködésben, amely képes előre jelezni, ha nagyobb mennyiségű szemét jön Kárpátaljáról a megyei vizekbe. Jelzi nekünk, hogy hány palack jön át a határszelvényen, mert egy olyan infrakamera van, ami elkülöníti a víz felszínétől ezeket a palackokat, és számolja is. Tehát egy ilyen riasztó funkciója is van alapvetően részünkre, de látjuk is, ha képernyőn ezt a felvételeket, és ez alapján, ha meglátjuk, hogy sűrűn jönnek, tehát nagy darab számba jönnek a palackok, akkor a készültséget elrendeljük, és a hajók felállításáról intézkedünk. Alapvetően itt a, a, érkező hulladékoknak a számolását egy mi általunk kitalált módszerrel, hogy egy percenként hány darab palack érkezik egy adott szelvényben, így tudjuk meghatározni, és hogyha általában ugye 35-40 szokott árhullám idején jönni mondjuk a Tiszán, 40-50 darab a Szamos folyón, de, de ettől függetlenül a csúcsidőben lehet ez 200 darab is és ezeknek a figyelésével, a darabszám figyelésével rendeljük el a vízminőségi készültséget. Nem csak a szennyezést, de a vízállást is jelzi a rendszer. Emellett hamarosan elkészül a TISZA Tour tározó, amely 42 millió köbméteres kapacitásával képes lesz levezetni az árhullámot, és vízzel ellátni aszályos időszakban a térséget.